estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Most a Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsoron következik. Mai vendégünk dr. Temesvári Tamás, a Karcagért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, akivel a közelgő közéleti bárról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, hamarosan ismét közéleti bált rendeznek Karcagon a Dérényi Kulturális Központban. A témával kapcsolatban mai vendégünk dr. Temesvári Tamás, a Karcagért Közalapítvány kuratóriumának elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meg kívásunkat. Én is köszöntöm, Andi, és köszöntöm a Karcagi Televízió nézőit. Ugye ismét közéleti bál, februárban lesz rendhagyó módon. Igen. Mikor lesz ez egészen pontosan? Február 17-én tartjuk a közéleti bált, jótékonysági közéleti bált. Egy kicsit rendhagyó módon hamarabb hoztuk, mert olyan kérés merült fel, hogy lehetőleg báli időszakban is tartsunk már bált, ne csak mindig novemberben, mert 2016 novemberében tartottuk, de akkor viszont muszáj volt, mert 20 éves jubileumunkat ünnepeltük. Tehát akkor ugye egy rendhagyó bál volt. Mert akkor egy rendhagyó bál volt, igen. Igen. És akkor ugye tettünk egy olyan ígéretet, hogy a bevétel, nettó bevételünkből a Dérinének segítünk, és a székrendszerüket kicseréljük, ami a bálteremben van, és ezt teljesítettük, 215 darab praktikus széket vásároltunk, ami úgy gondolom, hogy kényelmes, viszont azért praktikus, mert egymásba csúsztatható. Ha máshol van a városnak rendezvény, akkor át lehet szállítani könnyedén, és nem nehezek a székek. Tehát magyarul helytakarékos és szépek, igen, is a székek, és igen, most ugye eljött a következő közéleti bál időpontja, ki lehet és próbálni akkor, igen, az igen, adományozóknak most ezeket a székeket. Korábban adományozták, mert azért úgy jelentős réteg azért ugyanaz a báli vendégsereg között, akik korábbi években mindig megjelennek is vannak. Lehet-e még jelentkezni erre a bárra, vagy már a létszám az megtelt? Hát már nem. 20-án lejárt a jelentkezés határidő, azért az utolsó napon is mindig van azért egy kis változás. Hát 133 jelenleg a létszám, úgyhogy teltházzal fog üzemelni a közéleti bál. Beszéljünk akkor talán arról, hogy milyen műsorral készülnek az idei bálra. Az előző bálon nagyon színvonalas műsort sikerült megszervezniük. Hát mindent nem tudok elmondani, mert azért vannak bizonyos meglepetés fellépők is, vagy fellépő, talán inkább egy-egy számban mondom, de most változik, és a Vento zenekar fog fellépni, nem Bácskosodfalvai zenekar. Kicsit változtatni akartunk a zenekaron, hát ha jobb lesz, vagy színvonalasabb, nem mintha avval nem lettünk volna megelégedve, de természetesen kritika az mindig van, hogy lehetett volna jobb, vagy ezt kéne többet játszani, ilyen stílust. Hát úgyhogy ezen változtattunk, lesz egy humorista fellépő, és meglepetés szereplő is lesz még ezen kívül. Ezt én se tudom még, hogy ki konkrétan. Tekintsünk akkor vissza a múltra, mikor alapították meg ezt a közalapítványt, milyen célkitűzéssel? Ezt 96-ban alakították, tehát azért volt ez 16-ban 20 éves évfordulónk és jubileumunk, és ebben beletartozott, és ezt úgy érdekes módon elsőre szeretném kiemelni, a közbiztonság védelme is. Ez azért érdekes, mert ez összeford a kerékpárút kialakításával, fejlesztésével. És hát ugye a biztonságos közlekedésre gondolva, és a város védelme, város értékeinek védelme is beletartozik az alapítvány tevékenységében. A műemlékek védelme, ilyen
szempontokat veszünk figyelembe. Mióta tartanak közéleti bálokat ennek? Hova nyúlik vissza a hagyománya? 96-ban alakult, és ha jó emlékszem, már a következő évben tartottunk, és akkor úgy egy pár évig minden évben készültünk ilyen bállal, és aztán egy kicsit, hogy szinte levegősebb legyen ez talán, és ne legyen megunható, áttértünk egy olyanra, hogy két évente tartjuk meg a közéleti bált, ezt a jótékonysági közéleti bált, és nagyjából ehhez tartjuk magunkat a mai napig is. Hogyha visszagondol, akkor gondolom, ugye 20 éves volt a közalapítvány 2016-ban, ha csak azt nézzük, hogy két évente szervezik meg ezeket a bálokat, azt mondta, hogy a nettó bevételből mindig valamilyen jótékony célra fordítódik a pénz. Mik voltak azok a jótékony célok, amelyeket sikerült támogatni, sikerült megvalósítani? Ó, rengeteg. Ezt most úgy felsorolni is talán... Akkor talán a fontosabbakat, vagy amit nagyon szerettek. A fontosabbak, volna. Tehát ami visszatérve a Karcag-Beregfürdő közötti kerékpárút, abban nagyon sokat segítettünk, a kivitelezésbe anyagilag is. Ugyanakkor a Tesco-tól kiinduló kerékpárút a kutatóintézetig szintén, akkor említhetném a Múzeum Park kerítésrendszerének a teljes mértékű finanszírozását, de mondhatnám a önkormányzati kultúrteremnek a teljes felújítását. A Dérini Művelődési Házban nagyon-nagyon sokat segítettünk anyagilag is. A színházteremben a színháztérnek a függönyrendszerét, a padlózatának a kialakításában segítettünk, és a függöny cserélésében, pótlásában. Fönt a bálteremben a parketta csiszolástól a légkondicionálásig segítettük ezeket a beruházásokat. Nem azt mondom én, hogy mindig minden teljes, sem mi fedeztünk, ezeket egyébként igen, de a kerékpárutat nyilván ezt nem tudjuk mi önmagunk, ehhez más segítség is kell, de minden esetre mi egy komoly támogatással tudunk hozzájárulni a kialakításához. De még az Angyalos kút például, annak akkor a díszkivilágításnak, ami az ünnepeken van, annak a kialakításában is segítünk. Úgyhogy mit lehet arról, ugye akkor a mostani bálnak a bevételéből az a célkitűzés, hogy a kerékpárút hálózatot vagy annak a fejlesztéséhez hozzájárulhassanak. Arról tudhatunk-e valamit, hogy hol fog ez megvalósulni, mely útszakaszokon itt a városban? Vagy mi a terv? Mert ugye az, hogy majd annyit módosítanék ezen a dolgon, hogy most mi a nettó bevételünkből a kisülszási kerékpárút egy bizonyos szakaszát szeretnénk felújítani. Ez is olyan 6-6,5 milliós forint költség lesz, ez körülbelül a vasúti átjárótól a Tesco-ig tartó szakasz, ez van a legrosszabb állapotban, és itt nyilván előírások vannak, szélesíteni kell, peremszegéllyel kell ellátni, új burkoló felületet kell biztosítanunk, tehát azért is ennyi ennek a költsége. Ráférne ez, úgy gondolom, mert végignéztem, és volt is a képviselőtestület olyan megkeresés, hogy nem ártana a kerékpárok többi szakaszát is, tehát a kisülszásuk többi szakaszát is felújítani, de erre nem tudunk most anyagilag, egész biztos, hogy nem tudunk ennyi pénzt szerezni. Viszont lesz egy koncepció, vagy van a városban egy olyan városvezetés részéről, egy olyan koncepció, hogy a kerékpárút fejlesztése megtörténik, ami én abba bízok, hogy a kerékpárút felújításával is együtt jár, és a hosszabbításával. Csak úgy nagyjából tudom, hogy a Táncsics körúton fog menni a fejlesztés a kerékpárút vonatkozásában, akkor valahol ott a Kacsó út környékén átmenne a BHG sorhoz, hogy így fogalmazzak, és akkor végigjönne a Széchenyi-Sugár úton, és onnan a Vast utcán visszacsatlakozna a Kisőszálasi úthoz. Tehát mintegy körbe lehetne járni kerékpár úton ezt a városrészt. Uh-huh.
Mire számíthatnak egyébként ugye az elmúlt évek, vagy elmúlt év tapasztalatai alapján, hogy, mert gondolom ugye úgy is van ennek a bálnak egy nettó árbevétele, hogy van, aki még plusz, tehát a belépő jegyeken kívül is plusz adományoz a közalapítványnak. Tehát milyen összeggel tudnak körülbelül egy-egy bál után hozzájárulni ezekhez a fejlesztésekhez? Gondolom azért már úgy nagyjából kialakult egy szokás. Igen. Hát természetesen kiadások is vannak, így aztán a nettó bevételünk van 1 és 2 millió forint között szokott realizálódni. Ezen kívül persze van a külső adományozó is, akik nem tudnak eljönni, cégek, vállalkozók, akik bizonyos összegekkel hozzájárulnak ehhez, és ebbe bízunk, hogy így tudjuk ezt a kerékpárút szakasz felújítást is finanszírozni majd. Most ezen gondolkodtam, hogy ugye ez a legfontosabb célkitűzése a közalapítványnak, hogy a kerékpárút hálózat felújításához, továbbfejlesztéséhez hozzájárulhassanak. Ugye gondolom akkor most majd visszáll a régi rend, 2 évenként rendezik meg ezeket a közéleti bálokat, tehát akkor most a jövő terve, vagy a jövőre vonatkozó tervük az, hogy mindig erre fordítják majd a bevételt, vagy esetleg, ha valaki önökhöz fordul segítségért, akkor esetleg másra is fognak finanszírozást biztosítani? Természetesen, tehát nem akarunk milyen egyoldalúan csak a kerékpárútra koncentrálni, és vagy azt finanszírozni, de minden esetre mondhatunk úgy, hogy egy kicsit szívügyünk a kerékpárút karbantartása és fejlesztése, hiszen a közbiztonsághoz is nagyon hozzájárul. Azért aki például a Széchenyi sugárutat emelem ki, aki ott közlekedik, az látja, hogy hát vannak hiányosságok a kerékpározási kultúránkban. És itt talán annyit szeretnék elmondani, hogy hát a foglalkozásomnál fogva is talán, de sokan megkeresnek, és kérdéseket tesznek fel a kerékpárúttal kapcsolatban, és már itt is ilyen kérdések is fölmerülnek, hogy hol fog vezetni a kerékpárút nyomvonala. Hát most ezt én sem tudom, hallottam már minden variációt, hogy a bizonyos értelme a jobb oldalba, azt is, hogy a bal oldalba, de a legtöbben azt szeretnék, hogyha a kerékpárút tulajdonképpen az országút megszélesítésével történne meg, nem mások ablaka alatt vezetne a kerékpárút, idézélve, hogy így mondjam, vagy nem kéne emiatt sok zöld növényzetet kiirtanunk, fákat, bokrokat kiirtani, hanem akkor ki lehetne szélesíteni a kerékpárutat nyilván valami térköz elválasztóval, és esetleg biztos, hogy költségesebb, de akár valamelyik oldalnak a árok lefedésével. Uh-huh. Úgy meg lehetne valósítani. Meg lehetne valósítani a kerékpárutat. Ugye gyakorlatilag ez a beruházás, vagy egy ilyen projekt azért a városnak szívügye, tehát ugye sokan, tehát Karcagon rendkívül sokan közlekednek biciklivel. Most lesz ugye az adózási időszak. Várnak esetleg, tehát vár-e az alapítvány, vagy fogad-e szívesen felajánlásokat adó 1%-ából? Természetesen. Elég sokan vannak, akik a 1%-ot a Karcagi Közalapítványban, magam is természetesen, oda irányítjuk, és úgy gondolom, hogy ebben bízhatunk, hogy a jövőben is ez így fog történni. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk erre a bárra, ugye ott leszünk, a televízió is majd kint lesz a helyszínen, és fogja majd tájékoztatni a nézőket arról, hogy mi is történik ott egészen pontosan. Jó szórakozást kívánunk majd ehhez a rendezvényhez, és sok-sok bevételt. Ugye ön nem csak a közalapítvány kuratóriumi elnöke, hanem állatorvos is. Tél van. Igen. Mire figyeljünk? Elsősorban itt most a kutyák tekintetében kérdezem. Azt hiszem, hogy akik most a városban közlekednek, akár gyalog, akár kerékpárral, látják, hogy elég sok kóbor kutyaszám emelkedést lehet regisztrálni. Így csapatostól járkálnak szegénykék, ilyenkor ugye hát vezeti őket az ösztön, és ilyenkor a idegrendszeri állapotuk is megváltozik. Könnyen lehet verekedés a kutyák egymás között, de ha valaki beavatkozik és szét akarja őket választani bizony, akkor poruljálhat olyan értelemben, hogy közegészségi probléma is fellép, mert megharapja a kutya, és akkor mindjárt fölmerül az a háttér, hogy na, vajon veszettség erre van oltva,
Ha van oltva, hogy lehet ezt bizonyítani, van-e benne csip, nincs, azt a kutyát először meg kell fogni, leolvasni a csipet, akkor tudnánk meg ki a gazdája, ha ez mind mondjuk törvényesen betartva megtörténik. Ha nem, akkor így jönnek a bajok, mert akkor azt az embert, akit megharap a kutya, az bizony kezelni kell. Tehát gyakorlatilag veszegség elleni védőoltásban kell részesíteni, mert ez egy olyan halálos betegség, ami gyógyíthatatlan, ha elkapja. Mondjuk én például félek a kóborkutyáktól, főleg a nagy testű kóborkutyáktól. Mit javasol az utcán közlekedőknek, kisgyerekeknek, vagy kisgyerekkel közlekedőknek, nőknek, de akár férfiaknak is, mert ugye nem, tehát állatokról van szó, nem lehet tudni, hogy milyen reakciót váltunk ki belőlük. Hogyan viselkedjünk, hogyha esetleg úgy érezzük, hogy most megtámadhatnak bennünket? Mit tud javasolni? Tehát ne nézzünk a kutya szemébe, vagy milyen praktikák vannak? Könnyű mondani, de nyugodtan. Nyugodtan kell viselkedni, tehát semmiképpen nem kell támadólag föllépni a kutyák ellen. El kell mellettük menni, mintha nem is venném figyelem, hogy ott vannak. Ez a legjobb módszer, mert egy minden feléig irányuló mozgást agresszivitásnak vesznek, és esetleg támadnak. Tehát el kell mellettük menni, eleve nem is szabad oda menni egy ilyen csapat kóborló kutyához. Tehát nem szabad megközelíteni őket. Ha esetleg egy olyat látunk, vagy látnak a kedves televíziónézők, hogy ezek a kóborkutyák összeverekszenek, stb., akkor mi a teendő, kinek kell szólni? Gyakorlatilag a vásgondnokságnak, vagy a gyepmesteri telepnek közvetlenül lehet egy híradással lenni, hogy itt és itt láttunk verekedő kóborkutyákat, és akkor ők megteszik a szükséges lépéseket, hogy kábító lövedékkel elkábítva ki lehessen vinni a gyepmesteri telepre megfigyelésre, vagy új gazdát keresni. Ott már meg lehet aztán a kennelbe, le lehet olvasni a chip számot, akkor lehet tudni, hogy ki a gazdája. Új gazdásítást, hogyha nincs gazdája, akkor próbálunk segíteni rajtuk. De ahogy tudom, a menhely is színültig van. Pontosan ilyen jellegű befogások révén. Meddig tart most a kutyáknál ez az időszak? Ez kicsit élénkebb időszak, hogyha lehet így fogalmazni. Most egy kicsit, talán még előre is hozódott, mert inkább a március, február-márciusban szokott ez. De most ez a kora tavaszi jellegű időjárás, ez úgy látszik hamarabb előhozta ezt a ciklust. Egy-két hónapig ez bizony eltart. Sajnos a kutyák saját maguk tartják fönt ebben a közös találkozással ezt az ösztönös szaporodási vágyat, hogy így mondjam. Hát reméljük, hogy akkor hamarosan elmúlik ez az időszak, addig is mindenki vigyázzon magára, mindenki és hát lehetőleg, magára, és lehetőleg tartsák bezárva a kutyákat, úgy kialakítani otthon a kerítést, hogy ne tudjon a kedvencük kiszökni az utcára. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és megosztotta velünk ezeket a fontos információkat. Jó bálozást kívánunk, és sok-sok bevételt. Köszönöm szépen, hogy itt én volt. Is. Köszönöm. Kedves nézőim, mára megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Tartsanak velünk! Köszöntöm a kedves nézőket, most lett vége a január végi testületi ülésnek, ami közmeghallgatással volt egybekötve. A testületi ülés után polgármester úrral, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. Mi volt a legfontosabb téma, polgármester úr, amit a testületi ülésen megvitatta? Köszöntöm Önt is és a kedves nézőket. Hát a legfontosabb napirendi pont mindenképpen a költségvetés elfogadása volt, hiszen az éves munkánkat a költségvetés elfogadásával, megtervezésével kezdjük, és ez adja az alapot a munkánkhoz. Mit lehet tudnunk erről a költségvetésről, az idei év költségvetéséről? Mire számíthat a város? Nagyobb-e a költségvetésünk, mint például a tavalyi évben volt? Mik a fő pontjai? Összegben mindenképpen lényegesen magasabb, 5,9 milliárd forintról beszélünk. Nagyon sokszínű ez a költségvetés. Különböző elvek alapján dolgozzák ki a szakemberek a
számokat, a bevétel és a kiadási számokat. A vezérelv az volt, hogy a város működésének a színvonala folyamatosan emelkedjen, legyen ez a költségvetés egy reális költségvetés, jusson mindenre, elsősorban természetesen a kötelezően ellátandó feladatokra, de emellett azokra a feladatokra, amit önként vállalunk, biztosítson egy alapot arra, hogy a pályázatokhoz meglegyen az önerő, a fejlesztések ennek megfelelően minél jobban és gyorsabban tudjanak bekövetkezni, és serkentse az egész rendszert, hiszen itt nagyon sok intézmény költségvetése is benne van ebben a városi költségvetésben, a takarékosságra, de a munkára is. Milyen újítások vannak ebben a költségvetésben? Szerencsére sikerült forrást elkülönítenünk olyan dolgokra, például, mint a kamerarendszer továbbfejlesztése. A térfigyelő kamerák ötlete az már régóta motoszkál a fejünkben, és hát kisebb mennyiségben volt is itt a városban. Most van lehetőség arra, hogy a már felszerelt 12 plusz 4 kamerarendszeren túl, ebben az évben még további 17 felszerelésére is lehetőség. A közbiztonság szempontjából ez mindenképpen egy előrelépés. De ugyanilyen előrelépés jelent az is, hogy tudjuk támogatni a karcogi újszülötteket, és nem szociális alapon, hanem alanyi jogon. Erre is elkülönítettünk egy bizonyos pénzösszeget, 5 millió forint erejéig, így minden ez évben születendő gyermeknek egy támogatást tudunk biztosítani. Ennek valószínűleg nagyon fognak örülni majd a családok, az újszülöttek szülei. Polgármester úr, hogyan látja, tartható lesz ez a költségvetés, mire számíthatunk az idei évben? Mik a kilátások, remények? Igen, hát mindenképpen tartani kell a költségvetést, ez egy ilyen alapszabály. Nem szabad elmozdulni egyik irányba se, se a bevételek nem szaladhatnak el túlzottan, sem a kiadások nem szaladhatnak el túlzottan, egyensúlyt kell tartani időben és mennyiségben is. De ez a költségvetés, ez lehetőséget biztosít arra, hogy azért legyen egy szabad átjárás térben és időben, úgymond, hiszen előre pontosan nem lehet kiszámítani a fejlesztések ütemezését sem, tehát hogyha szükséges, akkor természetesen módosítunk a költségvetésen, mindig a helyzethez igazítjuk. Egyébként törvényi előírás is, hogy negyedévenként módosítani szükséges. Polgármester úr, még egy kérdés, talán a legfontosabb, mindenki megszavazta ezt a költségvetést? Hát sajnálom, de nem szavazta meg mindenki. A két jobbikos képviselő nem támogatta ezt a szerintem nagyon-nagyon jó költségvetést, és ez már csak azért is fájó, mert nagyon sokat papolnak arról, hogy hogy lehetne a város tovább fejleszteni, milyen dolgokat kellene megtenni. Most mégsem támogatták ezt a költségvetést. Érdekes, hiszen a baba csomaggal is a születések számát szeretnénk egy picikét nem emelni, hanem erre inspirálni a szülőket, ez is egy gesztus a részünkről. De talán ami a legfájóbb az, hogy ebben a költségvetésben bizony a tartalék keretből 130 millió forint elkülönítésre került béremelésre. A közszférában dolgozók közül nagyon sokan, több száz ember 11%-os béremelésben részesül, visszamenőleg egészen január 1-től kezdődően. Na most ezt nem értem, hogy az embereknek a támogatása miért nem a szívügye a jobbikos képviselőknek. Köszönöm szépen, polgármester, az interjút, és majd fogunk még beszélgetni a mai testületi ülés anyagáról, témáiról. Köszönöm az interjút. Köszönöm a lehetőséget. Hamarosan megnyílik Karcagónak új ügyfélfogadási irodája. Mit lehet tudni a felújításról, hogy állnak most, és mikor nyílhat meg az iroda? Hát az iroda megnyitója az február 2-án lesz itt a helyszínen.
Ez a szolgáltató központ az országban az ötödik szolgáltató központ, annak a stratégiának a része, amely magába foglalja azt, hogy minden megyébe legalább 2-3 ilyen szolgáltató központ alakul ki, ahol a gazdák részére a falugazdász kollégák szolgáltatást végeznek, illetve segítséget nyújtanak a különböző adminisztratív munkák stabil elvégzéséhez. Ezen kívül növényorvosi, állatorvosi, pályázati szolgáltatásokat, banki szolgáltatásokat, műszaki szolgáltatás, vetőmagtermesztéssel kapcsolatos technológiával kapcsolatos előadásokat fogunk tartani. Tehát a gazdák felkészítése az egy nagyon fontos tényező, hiszen a gazdák ebben a téli évszakban jobban ráérnek, és ugye felkészülnek a tavaszi, nyári, őszi munkákra, és ez a szolgáltató központ ezt a célt szolgálja. Ez a szolgáltató központ olyan kultúrkörülményeket, olyan műszaki hátteret, olyan digitális lehetőségek birtokát jelentését adja át a gazdatársaknak, amivel a versenyképességet tudjuk fokozni, hiszen a szellemi tőke ajusztálása az egy nagyon fontos tényező, és ennek a tényezőnek a lehetőség kihasználása az mindenképpen minden gazdatársamnak jár, hiszen a versenyképesség úgy az Unióban, mint Unión kívül is nagyon fontos tényező, tehát a vidék fennmaradását, a vidék fejlesztését, ezek az eszközök, ezek a lehetőségek, ez a központ is biztosítja, tehát megfelelőképpen felkészülten, versenyképes állapotba tudjuk hozni a gazdatársadalmat. Említette, hogy februárban lesz a megnyitó, de akinek esetleg már kérdése van, vagy olyan problémája, amire segítséget szeretne találni, az bejöhet-e már az irodába, és intézhet-e már valamilyen ügyet? Igen, már működik az iroda, a falugazdász kolléganő áll rendelkezésre a gazdatársak részére, és hát szokhatjuk ezt az új lehetőséget, szokják a gazdatársak is, majd megfelelő tájékoztatásokat fogunk számukra nyújtani, milyen lehetőségeket tudnak igénybe venni, milyen szolgáltatás az, ami az ő érdekeit szolgálja, illetve hát a munkára tudnak több koncentrációt szentelni, és közben meg ugye az információkat megkapják, és itt minden információhoz hozzájutnak, ami a termelés során nekik feltétlenül szükséges. Van-e már arról tapasztalat, hogy hogy fogadták a gazdák, hogy egy ilyen komplex ügyintézés lehetősége nyílt meg előttük Karcagon? Igen, hát van erre már példa. Igazából, ha visszatekintünk 2000 előtti évekre, tehát 1993-ban alakult a Nagykun gazdakör, attól fogva mindig megpróbáltuk a lehető legfrissebb információkat közölni, és ennek a fejlődés sorozatnak a mai pontja lesz az, amikor egy magasabb szintű információs lehetőséget biztosítunk szolgáltatásként a gazdatársaknak, ahol már működik mellettünk itt Hajdúböszörménybe. A Hajdúböszörményi tapasztalatok nagyon jók, úgy műszaki, információs, kereskedelmi szempontból, illetve a napi aktuális dolgoknak, illetve az uniós kötelezettségeknek a minél jobb feldolgozása, gyorsabb, hatékonyabb, precíz igénybevételét is jelentik ezek a szolgáltatóközpontok, és úgy gondolom, hogy itt a karszagi gazdatársadalom ennek a nagy határnak a kézben tartó gazdálkodói, azok megérdemelnek egy ilyen információs központot, hogy a továbbiakban versenyképesen tudjanak gazdaságosan a város érdekében, a megye érdekében, a saját érdekükben, a családi gazdálkodók érdekében tevékenykedni. Ez az intézmény hány gazdát tud kiszolgálni? Hát általában egy ilyen gazdacentrum, mint ez is, egy olyan 2000 gazdát fog kiszolgálni, tehát gyakorlatilag itt a Bácsalóktól Tiszafüledig, másik oldalról Kisújszállás, Túrkeve irányából, tehát itt az a 22 település, akik a mi érdekközösségünket jelentik, azoknak a gazdáknak áll rendelkezésére folyamatosan, megfelelő felkészültséggel is. Az előadások során nyilván a környezetünkben lévő gazdatársak megfelelő információkat fognak kapni, a mellettünk lévő előadóterem azt a cél szolgálja, hogy a gazdák megfelelően fel tudjanak kultúrkörülmények között készülni a jövőt illetően. Említette, hogy Jászonykun-Szolnok megyében nem csak egy ilyen iroda nyílik az elkövetkezendő időszakban. Hol lehet még NAK irodával találkozni majd?
Tulajdonképpen négy ilyen iroda lesz. Karcagon, ami ugye már folyamatban van, Jászapátin, Mezőtúron és Szolnokon a központunkban. Tehát gyakorlatilag négy olyan helyen, Jászság, Kunság, Tiszazug és Szolnok, ez a négy körzet lefedi azt a 40 kilométeres körzeten belüli szolgáltatást, amiről a gazdatársaink tudnak értesülni, illetve rendszeresen meg tudják látogatni, információhoz jutni, meg hát egymással tudnak konzultálni, hiszen ez, ahol vagyunk, ez valamikor a katolikus legényegylet volt, és itt a gazdatársaim annak idején igazán komoly, intenzív gazdaéletet éltek, kulturált körülmények között tanultak egymástól, barátkoztak jó hangulatban, és ugye kölcsönösen segítve egymás munkáját, tulajdonképpen a mai viszonyok között ugyanazt ismételjük, csak magasabb szinten. A következő percekben arról hallhatnak, hogy miért van szükség a Kiskörei Tiszahíd felújítására, és hogy milyen munkálatokat végzünk el majd a következő időszakban a híd élettartamának meghosszabbítása érdekében. Tisztában vagyunk vele, hogy mindenki, főként az újságíró kollégák szinte első kérdésként azt teszik fel, hogy na jó, de mennyibe kerül. Az a kérésem, hogy tekintsünk el ma ettől a nagyon fontos kérdésről, és itt szentesküt teszünk arra, hogy amint lehet, természetesen közöljük az összegeket is, de mivel a közbeszerzési kiírásban nem kötelező megjelölni a becsült értéket, ezért nem is tettük meg, és szeretnénk is, hogyha ez így maradna, hiszen nem kívánjuk befolyásolni a pályázat eredményét. Úgyhogy köszönöm a megértést. Ezen kívül válaszolunk majd természetesen kérdésekre is azért, az összegen kívül, és külön interjú készítésére is lehetőséget biztosítunk, illetve szeretnénk Önöket vendégül látni majd a program végén. Most pedig felkérem Dávid Ilona asszony, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatóját, hogy tartsa meg beszédét. Tisztelt miniszter úr, államtitkár úr és egyben országgyűlési képviselő urak, tisztelt polgármester urak, polgármester asszony, tisztelt vezérigazgató úr, kedves meghívott vendégeink, kedves kollégák, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Örömhírrel érkeztünk ma Abátszalókra, amely örömhírt itt és most helyben is közvetlenül szeretnénk közölni az itt élőkkel. A térségben lakók mindennapjait és a Tiszatóhoz érkező nyaralók kényelmét szolgáló Kálkápolna kisújszállás vasútvonal jelentősége vitathatatlan. Bár a vasútvonal nem része az európai nagy transz közlekedési útvonalaknak, hálózatoknak, mégis nélkülözhetetlen, hiszen a megyehatáron és a Tisza folyón áthaladva összeköti Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyét, kerülő útvonalként pedig összeköttetést biztosít a 80-as és a 100-as vonalunkhoz. A környéken élők számára mindennapos a vasúti közlekedés, hiszen naponta 4-500 utasunk veszi igénybe a vasutat ahhoz, hogy munkahelyére bejusson, iskolába járjon, orvoshoz eljusson, családját, ismerősét felkeresse. De az itt áthaladó vasútnak gazdasági szempontból is kulcs szerepe van, hiszen a Tiszató és az elterületnek a szépsége nagyon sok turistát csalogat erre a vidékre, akik a közút használata mellett a vasutat is előnyben részesítik. A térség mindennapjait átszövő, összeköttetést biztosító vasúti és közúti közlekedési vonalaknak azonban van egy közös gyenge pontja, mégpedig a 130 éve vasúti és emellett közel 60 éve közúti szolgálatot is teljesítő Kiskörei Tiszahídról beszélünk, amely nagyon jelentős mértékben előregedett. Az utolsó négy évtizeddel ezelőtti felújítása óta a híd műszaki állapota jelentősen leromlott, és amennyiben nem avatkoznánk be, nem végeznénk karbantartást, nagyobb mértékű felújítást, úgy a következő 3-4 évben biztosan ki kellene zárnunk a vasúti forgalomból a Tiszahidat. Ez azonban nem történhet meg, hiszen ez nagyon-nagyon jelentősen befolyásolná a térségben élők életét és a közlekedésre gyakorolt hatását. Így a MÁV ZRT és a Magyar Közút Nonprofit ZRT összefogott, és közös erővel nekilátunk ennek a hídnak a felújításához. Mint ahogy elmondtam, nem a transz-európai közlekedési hálózat része, így európai forrás nem tudunk igénybe venni.
a híd felújításához, illetve a rekonstrukciós munkák elvégzéséhez. Ezért mindkét társaság együttműködési megállapodás keretében saját forrást biztosít a hídnak a megújítására. A híd részleges rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerzési eljárásunk megjelent, és reményeink szerint sikeres eljárást követően 2018. júniusában meg is indulnak a kivitelezési munkálatok, amellyel a híd élettartama közel 10-15 évvel hosszabbítható meg. A beavatkozás eredményeként megszűnik a vasúti forgalomban a jelenleg érvényes 20 km/h sebességkorlátozás, a megengedett sebesség 40 km/h fog növekedni. A korszerűsítéssel megújulnak a híd egyes szerkezeti elemei, a hídon áthaladó vasúti pálya rész és a dilatelációs szerkezetek is. Emellett meg is szépül az átkelő, mert az útburkolat és az útpatka, valamint a vezetőkorlátok felújítása mellett a híd teljes egészében új festést is fog kapni. Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Magyar Közút Zrt-vel közösen végezhetjük az ország egyetlen vasúti, közúti hídjának a felújítási munkálatait. A felújított híd átadásáig azonban még nagyon-nagyon sok teendőnk van, ezeket folyamatosan beszéljük meg, tárgyaljuk át, hiszen a híd felújítása az úgynevezett kizárással fog megtörténni, azaz a közlekedésben korlátozások fognak bekövetkezni a felújítás idejére. Bízom benne azonban, hogy a felújítás eredményével a vasúton és közúton közlekedők egyaránt elégedettek lesznek, hiszen a felújított híd önöket fogja szolgálni majd. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Jó napot kívánok! Tisztelt miniszter úr, államtitkár úr, elnök asszony, térség polgármesterei, kedves vendégeink, hölgyek és urak! Alig egy hete jelentettük be, hogy két jelentős forrásból, Európai Uniós forrásból és hazaiból jövő évben közel 1250 km utat fogunk felújítani Magyarországon, az országos közúthálózaton. Azonban az útfelújítások, a műtárgyok, a hidak felújítása nélkül semmit sem érnének, és így ezekre is koncentrálunk, köztük az éppen érintett kisfürei Tisza hídra is. Nagyon köszönöm a elnök vezérigazgató asszonynak és a MÁV-nak, hogy ezt a projektet együtt meg tudjuk valósítani, hiszen itt mind a két közlekedési mód folyik, úgyhogy külön-külön lehetetlen lett volna ez. Ez az út nagyon fontos, hiszen közúti szempontból a Tiszán, Szolnokon, vagy pedig Poroszló, Tiszafület között lehet átkelni, hogyha ez a híd nem üzemel. És bár nem tűnik nagynak ez a távolság, de a legjobban a helyiek tudják, hogy azért itt milyen kerülőt kell tenni ezekben az esetekben. Úgyhogy rövid időre bár ez fenn fog állni, hiszen ahogy már itt el is hangzott, a híd felújítás során lesznek forgalomkorlátozások, így ez a kerülőút bevezetése kerül, de utána hosszú ideig ismét tudják majd használni ezt a útszakaszt és természetesen vasútszakaszt az arra közlekedők. A műszaki tartalom kapcsán már csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy a csatlakozó útszakaszoknak a tervezését a Magyar Közút mérnöki állománya végezte, így a MÁV által biztosított tervekkel együtt teljes komplett felújítása történhet meg ennek a szakasznak. Azonban aki ebben a térségben jár, azért tudja, hogy utak szempontjából van még mit tenni, így itt a helyieknek és az erre látogató turistáknak is akkor javulhat az életkörülménye, akkor lehet igazán gazdasági és életminőségbeli fejlődést elérni, hogyha az ide vezető utak is megfelelő állapotban vannak. Ebben is örömhírt tudok bejelenteni, hiszen hamarosan elindul az a tervezési program, ami a M3-as és a Abáczaló közötti út szakaszoknak a rendbetételének az első lépése, és reméljük, hogy ha ezt a programot már sikerül megvalósítani, akkor minden szempontból könnyebben és európai színnek megfelelően tudnak majd ide látogatni a turisták, és a helyiek pedig eljutni a céljaikhoz. Köszönöm szépen, és mindenkinek szeretném még egyszer megköszönni az együttműködést, és áldott ünnepeket kívánunk, hiszen így a szép karácsonyi dalok közben azért erre is gondolok. Köszönöm.
Heves megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője, Szabó Zsolt úr következik, aki nyilván elmondja nekünk, hogy a térség szempontjából miért nagyon fontos ez a felújítás. Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, külön tisztelettel köszöntöm miniszter urat, elnök asszonyt, vezérigazgató urakat, polgármester asszony, polgármester urakat, és minden kedves vendéget ezen a gyönyörű szép karácsony előtti adventi napon, amikor egy nagyon szép karácsonyi ajándékot kapunk itt a térségben. A kormány kiemelt gazdasági irányként kezeli a turizmust. Ennek részeként kiemelt turisztikai területek lettek megnevezve jogszabályi körülmények között, aminek egyik talán legkiemeltebb és számunkra a legfontosabb része maga a Tiszató, a Tisza, annak a környéke. Nagyon sok fejlesztés fog történni, mint a gazdaság egyik húzó ágazata és az elmúlt időszak minket igazolt abban, hogy jól gondolkodunk, éppen a turizmus az, ami ennek a térségnek a fejlesztését tudja hozni magával. Közel 100 000 embert érint a két körzetben ez a híd és maga ez a fejlesztés. Én a magam részéről nagyon szépen köszönöm az előkészítésben résztvevőknek, és köszönöm a résztvevő cégeknek, gazdasági társaságoknak, szakértőknek azt az aktív munkát, amit elvégeztünk. És hogy miért fontos, talán az egyik legfontosabb tényező, hogy minden pont, minden két pont összekötő elemek közül az a legfontosabb, ami a legrövidebb. Sokan nem gondolják azt, hogy a Tiszafüredi és a Szolnoki híd között a Tiszán közel 100 km hosszú szakasz van, ahol ha ez a híd nem létezne, akkor ez nem lenne. A másik, amit elnök asszony is említett, hogy Magyarországon az egyszem olyan híd, ahol a vasút és a közút egy helyen közlekedik, és ez magában egy látványosság, Kelet-Közép-Európában sem sok ilyen példát tudunk felsorolni. Nekünk nagyon fontos, hogy ezt a hidat műszaki állapotában fenntartjuk és megmentjük. Amiben hiszünk a térségben dolgozó polgármesterekkel és az itt élőkkel, az az, hogy egy-egy ilyen fejlesztés magával hozza a többi területi részt, többi elemnek a fejlesztését. Már vezérigazgató úr említette, hogy a közutaknak a fejlesztése lesz a következő lépés. Aki jött Budapest irányából és végigjött ezeken az utakon, az tudja, hogy mennyire rossz állapotban vannak ezek az utak, és mennyire fontos, hogy építsük. És még talán nagyon fontos, hogy ugyan a Tiszató északon összeköttetéssel rendelkezik, ez a Tiszafüred-Poloszló közötti híd, most az a feladatunk, hogy a déli pontját is kössük össze. Abátszalók és Kisköre egy olyan szoros kapcsolatot épít ki ezáltal, ami összeköti őket hosszú távra fejlesztést illetően. Nagyon sok fejlesztés fog megindulni, utalok a nyaralóhajózásra, a Tiszán, aminek a déli pontja első lépésként éppen a térségben lesz, de utalok olyan speciális sporthajózási célra szóló pályaképítésre, ami mindenképpen pozitív. Azt szeretnénk elérni, hogy a térség munkahelyteremtésben, gazdasági fejlődésben éppen a turizmus és éppen ezen híd által tudjon fejlődeni. Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben aktívan részt vett. Szeretném megköszönni azt a pozitív hozzáállást, amivel tudunk együtt építeni, és mi abba bízunk, hogy a térségben megkezdődött fejlesztési folyamatok a jövőben legalább ilyen aktivitással tovább tudnak folyni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és nagyon boldog, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, és nagyon boldog új évet. Azt szoktuk mondani mindig, hogy csak egy hajszállal legyen jobb a következő, mint az előző volt. Nos, nekünk ezzel a karácsonyi ajándékkal, itt a térségben élőknek ez sokkal nagyobb léptékkel fejlődött. Köszönöm szépen! A 3-as számú választókerület így Abátszalók országgyűlési képviselője, dr. Fazekas Sándor szólásra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is szeretettel köszöntök mindenkit, tisztelt elnök úr, tisztelt polgármester, hölgyek és urak, tisztelt államtitkár úr, kedves jelenlévő állami és önkormányzati képviselők. Egy olyan pillanatban vagyunk, amikor a térség egyik legfontosabb közlekedési fejlesztése indul útjára,
hiszen megjelent az a közbeszerzés, ami a kiskörei vasúti híd felújítását teszi lehetővé, és számunkra, akik itt élünk a Nagykunságban, a Közép-Tisza vidéken, de a Tisza túlpartján, Délhevesben is, ez a legfontosabb közlekedési tengely észak-déli irányban. Vasúti szempontból is, és közúti szempontból is egyaránt, hiszen ahogy azt hallhattuk, ahogy tudjuk, ez Magyarországon egy egészen egyedülálló híd, amelyen közúti és vasúti forgalom is zajlik, sőt az utolsó ilyen híd az országban, Európában is már alig van ezekből a megoldásokból, amelyek annak idén korszerűnek és előremutatónak számítottak, hiszen 1944-ig itt komppal lehetett közlekedni, utána alakult ki ez a mostani megoldás, és szolgálta az itt élőknek a javát, akár a teherforgalom, akár a személyforgalom szempontjából, Kisújszállás, Kisújszállás, illetve Kápolna Délheves vonatkozásában, és a távolabbi térségek megközelítése vonatkozásában is Gyöngyös-Eger kulcs szerepet tölt be. Turisztikailag is látványosság a környező tiszatavi érdekességekkel együtt, és én bízom abban, hogy a felújítás követően továbbra is az marad, egészen addig, amíg egy akár korszerűbb műszaki megoldást is lehet találni. Az elmúlt években szembesültünk azzal Kovács Sándor megyei közgyűlési elnökúrral, aki a területi fejlesztésekért felelős, illetve jó magam is, mint térségi országgyűlési képviselő, azzal a kihívás, hogy ennek a hídnak a felújítása esedékessé válik. Ez egy régi műszaki alkotás, amelyet próbára tett már az idő, ezért is készítették elő ezt a mostani beruházást. Én szeretném megköszönni a Fejlesztési Minisztérium részéről, államtitkárnak a közreműködését, a MÁV vezetése, a Magyar Közút Non-Profit ZRT vezetése segítségét, az FM-ből kollégámnak, Zolnai Máriának és Varga Sándor segítőmnek az odafigyelését, mindenkinek, aki részes ebben, az érintett önkormányzatok, hatóságok és társszerveket munkáját, hiszen egy nagyon sokrétű, összehangolt munka kell ahhoz, hogy egy ilyen beruházás megvalósuljon, mint ahogy látszik is, hogy ez egy elég komplex szolgáltatás nyújtó híd, hát ennek megfelelőek a hatósági eljárások is. Ráadásul úgy kell mindezt a beruházást lebonyolítani, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, hiszen amíg a híd nem fog rendelkezésre állni, akkor látjuk majd igazán a hiányát. Hiszen itt megváltoznak a közlekedési útvonalak is. Én bízom abban, hogy itt a megfelelő közlekedés szervezéssel együttműködve a érintett partnereknek sikerül áthidalni ezt az időszakot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy még egy érdekességet mondjak erről a hídról, a kedves hídunkról, amely nagyon szép környezetben található, én már kisgyermek koromban örömmel mentem oda kirándulni, utazni. Hát ez a hosszátekintve a harmadik leghosszabb vasúti híd Magyarországon, nem is gondolnánk. Tehát ebben a műfajban, mint vasúti híd, fölülmúlja a Duna hidakat is. A Nagyrákosi Völgyhíd és a Újpesti Vasúti Híd az, amely megelőzi. A teljes hossz 584 méter, és annak idején nagy műszaki teljesítmény volt ennek a megépítése, itt azért a Tisza próbára tette az összes építményt, az embert, és amit ő létrehozott egyaránt. Egy természetes tranzit útvonalról van szó, tehát amely már a középkorban is működött, és ezt tette állandóan járhatóvá, használhatóvá a híd. A mi generációnak pedig a felelősség az, hogy megőrizzük a jövő számára, és továbbra is betöltse azokat a funkciókat, amit akár a mezőgazdaságban, az áruszállításban, akár a turizmusban, egyáltalán a térségnek a életerejét segítve, a térségi életminőséget segítve betölt. Azért is fontos ez a híd, mert egyben egy jövőbeli fejlesztés sorozatnak a kiinduló pontja, hiszen a rávezető utakat épp úgy rendbe kell tenni, mint a különböző műtárgyakat, és ezen keresztül a gazdaság fejlesztésben élénkítő szerepet is tud betölteni, hiszen többen vagyunk itt, akik emlékezünk, hogy a 60-as, 70-es években ez a közlekedési tengely ugyanolyan eleven volt, mint a Tiszafüred Füzesabonyi, utána került át valahogy a forgalomnak az öme arra a része, és a Tiszató környékének mind a mezőgazdaság, élelmiszeripari fejlesztése, de a turisztikai fejlesztése szempontjából is a megközelíthetőség az nagyon lényeges. Itt jó néhány olyan beruházás van, amelyek az állami programokban szerepelnek, vasúti pályafelújítások, szónoki elkerülő, M4-es autópálya kiépítés, autóút kiépítés, illetve a Heves megyében jászsági és hevesi területeken zajló, illetve már megvalósult közlekedés fejlesztések, csatlakozva azokkal az a kezelékpár út
építéseket is, amelyek egy idő után az egész térséget komfortossá teszik, és munkahelyek jöhetnek létre, tehát egy fejlődési pályán tud továbbra is mozogni a Tiszató környéke és az itteni települések. Összesen 15 várost és falut köt egyébként össze ez a vasútvonal, ebből is látszik a jelentősége. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is érdeklődéssel várom a közbeszerzés eredményét, bízom abban, hogy a kivitelezés az a nyár folyamán megkezdődött, és akkor még jó néhány alkalommal tudunk akár ebben a körben is találkozni, hogy a beruházás adott állapotáról tájékoztatással éljünk, illetve azt figyelemmel kísérjük. Én ezen gondolatok jegyében köszönöm meg a színvonalas előkészítő munkát, és kívánok jó munkát az előttünk álló hónapokra. Én bízom abban, hogy gördülékenyen, csak úgy, hogy az előkészítés ez is egy feszes rendben tud majd megvalósulni. Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen! Térségünk szempontjából mit jelent ez a műtárgy felújítás? A kiskörei vasúti közúti híd az ország utolsó olyan hídja, amelyen ez a kétfajta forgalom egyszerre valósul meg. A műszaki felújításra már megérett, és a két térséget tulajdonképpen össze, Jászlach-Kunszolnok megyének a keleti részét, Nagykóságot, illetve a Közép-Tisza vidéket, Délhevessel. Itt a közúti áru forgalom, vasúti szállítás is jelentős, de munkába járása, iskolába járása is használják ezt a hidat, mintegy 15 települést érint közvetlenül. A megyének az egyik legfontosabb közlekedési tengelye, és ezért is nagy dolog az, hogy most a közbeszerzés már megjelent, és ezt követően jövő év nyarán elkezdődhet a híd tényleges felújítása. Gazdasági élénkülést is vár miniszter úr ettől a beruházástól. Ez miben mutatkozhat meg itt az Abáczaluki kiskörei térségben? A mezőgazdaság itt egy alapvető profil, és a termékeknek a piacra jutását, szállítását elősegíti az, hogyha a híd jó karban lesz, hogyha azon a megnövekedett forgalmat át tudjuk bocsátani, illetve a turizmust is, amely szintén egy jelentős felvevőpiac a mezőgazdasági termékeknek, erősíti ez a híd, hiszen jó néhány fejlesztés volt az elmúlt időszakban, újakra is számíthatunk, kerékpárút képítése például, vadvízi evezőpálya is terveink között szerepel, és szálláshely fejlesztések is, turisztikai fejlesztések is zajlanak az elkövetkező időben. Tehát a jobb megközelíthetőség az, hogy a Tiszató körbe járható legyen, ahhoz a híd mindenképpen fontos, és ennek megfelelően igyekszünk a lehető leghamarabb a felújítást végrehajtani. Az a műtárgy felújítás mit jelent a megye szempontjából, illetve turisztikai szempontból? Nagyon fontos átkelő hely a Heves megye és a Jászlach-Kunszolnok megyei szakaszok között, hiszen az a nagy probléma, hogy Poroszló és Tiszafüred között van a legjobb közúti átkelőhely itt a Tiszatónál, és át is került a súlypontja Poroszlóra és Tiszafüredre a turizmusnak. Kicsit vissza kell billenteni a Tiszatavat egyenesbe, és kell a déli részt is fejleszteni. Én azt gondolom, hogyha ez a felújítás, ez a hídfelújítás megtörténik, és a rávezető utaknak a felújítása is megtörténik, akkor kiegyensúlyozottabb lesz a Tiszató térségének turizmusa, sokkal nagyobb terhelés, sokkal nagyobb turista áradatot el tud látni, mint amit most, és ez jó lesz az északi résznek, és jó lesz a déli résznek is. Tehát évek óta vártunk erre a felújításra, és nagyon örülök, hogy ennek a hídnak nem a bezárása, a felszámolása történik, hanem a felújítása. Ugye nem csak a megye szempontjából fontos, hanem a kormánynak is fontos az, hogy Abáczaluk és térsége újra úgymond megfelelő helyet foglaljon el a turisztikai térképen. Milyen lépések kellenek még ehhez a infrastruktúrális felújítások mellett? Hát nagyon sok fejlesztés van szerencsére. A strandnak a fejlesztése, a lakóhajók fejlesztése, a lakóhajós övezetek fejlesztése és infrastruktúrális fejlesztések is megtörténnek. Én azt látom, hogy nagyon nagy igény van a Tiszatóra, mint turisztikai régióra. Ennek a fejlesztése megtörténik, és legalább egy olyan központi turisztikai pont lesz a Tiszató Magyarországon és Közép-Európában, mint a 90-es évek közepén, a 2000-es évek elején. Nem az a típusú turizmus lesz, hanem inkább egy sokkal természetközelibb, sokkal aktív turizmusra hasonlító időszak következik. 2018 nyarán megújulhat, vagyis elkezdődik a felújítása a kiskörei hídnak, amelyen vasúti forgalom is bonyolódik. Jelenleg milyen állapotban van ez a híd, és miért fontos ezt felújítani?
Jelenleg a hídon ugye közút és vasúti forgalom egymás mellett, illetve egymást váltva zajlódik. A híd élettartama az a 100 évet is meghaladta a mederhidak tekintetében, emiatt az rendkívül előregedett, illetve hát rossz műszaki állapot van, elsősorban a vízzel vezetésnek a hiányosságai miatt, és emiatt szükséges ezt a beavatkozást megejtenünk. Milyen módszerrel tudják majd ezt kivitelezni, ugyanis folyamatos a vasúti forgalom, hallhattuk a sajtótájékoztatóban, hogy ez arra az időre le fog állni, hogy pótolják a kiesett utasforgalmat. Annyit tudok mondani, hogy a híd felújításnak az időtartamára, mint egy 5 hónap időtartamra a híd teljes egészében kizárásra kerül. A kerülő útnak a pótlásnak a mikéntje arról, én annyit tudok mondani, hogy jelenleg még folyamatban vannak az egyeztetések. Jövő év elején, tavaszán várhat egy újabb sajtótájékoztatót kapnak majd az érintettek részletes tájékoztatást erről. Ez a felújítás mennyivel növeli meg a híd élettartalmát? Az élettartam az terveink szerint kb. 10-15 évvel lesz az által meghosszabbítható, szintén kiemelném, hogy mederhidak tekintetében, hisz az ártéri hidak azok jóval korábban épült hidak, illetve később épült hidak, tehát azoknak a műszaki állapota lényegesen jobb. Azt reméljük, hogy ez alatt a 10-15 év alatt egy tényleg komplett és átfogó fejlesztésnek az előkészítése, illetve a forrásnak a megteremtésére nyílik reális lehetőség. Tehát akkor tulajdonképpen ezután sem áll le a híd fejlesztése, hanem tovább tudják majd ezt fejleszteni. Nagyon bízunk benne, és azt azért még szeretném kifejteni, hogy a mostani beavatkozás az alapvetően a meglévő hídnak a helyben nagykorban tartása, felújítására vonatkozik, tehát hasonló paraméterek mellett, de nagyobb biztonságra és jobb műszaki állapotban fogja szolgálni a itt élőknek az érdekeit. Köszöntöm nézőinket az épülő rendőrkapitányság előtt, Teleki Zoltán kapitányság vezetővel beszélgetek, gyönyörű autók előtt állunk, hiszen a karcagi rendőrkapitányság most kapott hány autót is pontosan? A mai nap 8 új autó érkezett, korábban az alapkő letételkor már egy új Suzuki Vitarával gazdagodott a járműparkunk, és január elején pedig még 2 új darab gépjármű fog a rendelkezésünkre állni. Hol lesznek ezek, Karcagon vagy a kapitányság területén? A kapitányság teljes illetékesség területén fognak a járművek szolgatot ellátni, van amelyik a rendőrőrsökre kerül, és van amelyik pedig a székhelyen, Karcagon marad. Gondolom, hogy most mindenki megtanulja majd vezetni, hiszen azért ezek új autók, nagyon korszerűek, és biztos, hogy segít a rendőrök munkáját. Igen, elmondható, hogy a megyében is a rendőrautók átlagos élettartama, főkapitány úr elmondása szerint 6,8 év volt. Ez a mai nappal 4,1 évre csökkent. Mindenképpen látható, hogy nagyon jó, új, korszerű, nagy teljesítményű szolgálati gépjárművekkel gazdagodtunk. 140 és 180 lóerő közöttiek ezek a gépjárművek. Nagyon modern felszerelésűek, menestabilizátor, légzsákokkal vannak felszerelve a járművek, tolatóradarral, fedélzeti kompjúterrel, kamerával, és egy újfajta megkülönböztető jelzés is van a gépjárművekre felszerelve, egy LED kijelzős, ami által különböző információkat is tud a jármű is közölni a közlekedőkkel. Én akkor azt kívánom, hogy minél kevesebb esetben kell intézkednünk, és szolgálja a mi közbiztonságunkat is. Hát én is minél kevesebb munkát kívánok a kollégáknak, és természetesen balesetmentes közlekedést. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen is! Dobos László polgármester úrral beszélgettünk, azt gondolom, hogy nagy öröm a városnak, hogy ennyi autót kaptunk. Hát ez így van. Azt hiszem, hogy a legszebb karácsonyi ajándékok között lehet számon tartani azt. A rendőrkapitányság mindenképpen így tartja, hogy megérkeztek az új autók. Tudomásom szerint a megyében 60 darab, és ebből 11 kerül a karcagi kapitánysághoz. És hát itt látjuk a rendőrség épülete elé álltak ide jelképesen, hogy ezzel is jelezzük, hogy itt fognak majd lenni ők is. Hát egy óriási fejlődés megy végbe a kapitányság életében, új autó, új kapitányság, úgyhogy azt hiszem, hogy minden lehetőség megvan arra, hogy még tovább emeljék azt a színvonalat, amit már eddig is nagyon magasra raktak. Ez a gépjárműpark, illetve az új kapitányság biztos, hogy sokkal kényelmesebbé és még hatékonyabbá fogja tudni tenni a munkájukat.
Az előbb kapitány úr mondta, hogy ezek nagyon modern autók lesznek, mindennel felszerelve, tehát a rendőröknek is a helyszínre való érkezést is segíteni fogja, tehát sokkal hamarabb odaérnek esetleg egy helyszínre, hogyha valami baj van. Hát minden bizonnyal így van, valóban jó autók állnak itt a hátunk mögött. Irigykerek is természetesen, hiszen itt a Skodától kezdődően a Suzuki-n keresztül az Audi és még két Mercedes is fog érkezni tudomásom szerint, tehát a legújabb és a legmodernebb és nagyon jól felszerelt gépjárművekről van szó. Az előbb kapitánynak azt kívántam, hogy minél kevesebbet kelljen bevetni, én azt gondolom, hogy ez a mi érdekünk is, hogy viszont ha be kell vetni, akkor itt vannak az autók. Hát ez pontosan így van, tehát én úgy gondolom, hogy a kapitányság és egyáltalán a Jászlóskun-Szolnok megyei rendőrségi állomány nagyon megérdemli azt, hogy egy ilyen új gépjármű parkkal legyen gazdagabb, hiszen nem könnyű az ő munkájuk, és valóban ez mindenképpen egy nagy segítség és könnyítés a munkájukhoz. Én azt kívánom, hogy használják jó egészségben, sok ezer kilométert tegyenek meg balesetmentesen és hatékonyan a bűnözők elfogása érdekében. Bizonyára így lesz, köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Köszöntöm nézőinket, a Lovagudvarban vagyunk, és Pardi Sándor, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatójával beszélgetünk, hiszen mögöttünk zajlik egy vizsga. Egy újfajta képzést indított a Varró István Szakgimnázium. Milyen képzés ez? Ez konkrétan vendéglátó eladó, részszakképesítés, és tulajdonképpen 19 fővel van jelen ebben az esetben a vizsgán. Úgy gondolom, hogy beindult nálunk a felnőtt képzés és a felnőtt oktatás, ez a felnőtt képzésnek egy része. És akkor most van a gyakorlati és szóbeli vizsga, utána tudunk-e valamit, hogy lesz-e még ennek folytatása, vagy ezzel milyen képzettséget szereznek a végzettek? Egy említettem, hogy vendéglátó eladó részszakképesítés, tulajdonképpen el tudnak helyezkedni ilyen büfé eladónak, tehát tulajdonképpen egy kisebb ténykedéseket, kisebb tevékenységet el tudnak végezni. Ennek ez a lényege, ez egy támogatott képzés a kormányhivatal részéről, és ezt vállalta a centrum, és ezt teljesíti a vizsgával, abszolválja minden vizsgázó. Sokszor beszéltünk már arról, hogy igazodni kell az igényekhez, akkor gondolom erre volt igény, de mi a jellemző, hogy jelentkeznek a cégek, hogy szeretnének X mondjuk kőműves vagy bármit, tehát megvalósult-e már, amit ön szeretne, hogy igényel jelentkezzenek önöknél? Igény a cégek részéről van, napi kapcsolatban vagyunk, mondhatom azt a különböző munkadókkal, és ők jelzik az igényeket. Sajnos van még egy olyan része a szülők részéről, hogy a szakképzés valamilyen formában nem nagyon akarják a gyermeküket elkülönni, én pedig azt gondolom, hogy ez egy biztos megélhetés jelent, ha valaki jó szakmát szerez. Akkor azt gondolom, hogy van még feladat bőven. Beszéljünk egy, már nem ehhez a vizsgához tartozik, de az új képzésről, amit a Varró fog indítani, hiszen a egészségügyi képzést is átveszik. Igen, szeptember 1-től 2018-tól indítjuk a egészségügyi képzésünket, 4 éves érettségiépülés és gyakorló ápoló képesítés fog kapni, részképesítést. Én úgy gondolom, hogy a feltételeket most alakítjuk kifele. Megpróbálunk olyan feltételeket előteremteni, amely a legkorszerűbb körülmények is megfelel. Én úgy gondolom, hogy nagy szeretettel várjuk a tévés tábot, ahol meg lesz a berendezett ápoló termünk, hogy nézzék meg és mutassák meg a közönségnek, hogy milyen. Köszönjük szépen! Köszönöm is. Szabó István igazgatóról beszélgettünk a felnőtt képzésről. Mennyire jellemző az iskolában? Hát én úgy gondolom, hogy az igény is megvan, és a lehetőség is, hiszen a munkahelyi központ azért megteremti a lehetőségeket, a forrásokat arra, és az igény is megvan a vállalkozók részéről erre, hogy igen, szükség van rájuk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon helyes irány, hogy azokat a felnőtteket, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak elhelyezkedni, egy nagyon értelmes cél érdekében foglalkoztatják, mozgósítják, és hát én úgy gondolom, hogy egy új szakma elsajátítása az mindig egy értelmes cél. Tehát ez mindenképpen előre viszi az embert, célt elér, meg előre viszi a gazdaságot is, hiszen új szakemberek lépnek be. És itt az előtte beszélgettünk arról, hogy van, amikor önök csak helyet adnak, van, amikor önök, tehát ilyen közös megoldás is van. Igen, így van, hát ez egy nagy összefogás igazából. Tulajdonképpen ez is, ahol most vagyunk, ugye egy ilyen összefogás eredménye, hiszen az elméleti képzés, az elméleti órák azok a iskolában folytak, és hát kiváló gyakorlati helyet biztosított Szatmári úr, és hát látjuk, a vizsga zajlik, úgyhogy látszik, hogy eredményesen sikerült, legalábbis én úgy látom felkészíteni a gyerekeket. Szükség van ilyen összefogásra, hiszen nagyon sok rétű a felnőtt képzés, és nagyon gyorsan
hogyan kell megteremteni a lehetőségeket, hogy az elméletet is megkapják a diákok, és meg legyen a megfelelő gyakorlóhely is. Itt a Karcagi Szakképzési Centrumnak megvannak a kapcsolatai, megvannak a lehetőségei ahhoz, hogy akiket mozgósítani kell az ügy érdekében, azokat mozgósítsa. Köszönjük szépen! Én is köszönöm. Az előzőkben már hallottuk, hogy Szatmár Jánosnál zajlott a gyakorlati része ennek az oktatásnak. A vizsgán mit kell a diákoknak teljesíteni? Hát a vizsgán a kihúzott tétel, amit sikerül nekik kihúzni, vagy jobbat, vagy nehezebbet, és a teremben lévő asztalon megterített alapanyagokból kell készíteni nekik azt az ételt el, meg kávét, vagy teját főzni, amelyik a tételen szerepel. És akkor itt ebben látom, hogy van meleg étel, van ami szendvics készítés, tehát ez sokrétű. Igen, azért mondom, hogy a tételen szereplő. Most akkor van egy kávézó helyiség kialakítva, akkor van egy cukrászda rész, van egy büfé, és van egy konyha rész. És hogyha ha hideg tálat kell húzza ki, akkor a hideg tálat kell elkészíteni. Hogyha a szendvicseket kell készíteni, akkor megvan meleg szendvics, vagy egyéb fajta szendvicseket kell készíteni, vagy süteményeket kell felszolgálni, akkor azokat kell, nekik azt a feladatot kell elvégezni. Azt gondolom, hogy akkor most itt mindenki izgul, de hogyan látja, hogyan teljesítenek a lányok, illetve nem tudom, hogy van-e köztük fiú, de eddig csak lányokat látunk. Igen, van egy pár fiú is. Hát ezt majd a vizsgabizottság fogja eldönteni. Lényegében, amiket felszolgálnak, vagyis a kihúzott vizsgapapíron van, és amit kihúzott tételt, akkor azt felszolgálja az asztalra, és akkor ott döntik el, hogy milyen ízeket készített, milyen kávét főzött, hogy szolgálta fel, úgyhogy a pontszámokat lesznek. Hát akkor azt gondolom, hogy van egy kis izgulás, aztán utána mindenki, reméljük, eredményesen zárja a mai napot. Köszönjük szépen! Hát igen, még utána lesz a szóbeli, és akkor a szóbeli vizsga után lesz az eredményhirdetés. Akinek sikerült, de bízok benne, hogy mindenkinek sikerülni fog. Kedves nézőink, most Háttér című magazinműsorunk külön kiadása következik, melyben levetítjük önöknek Kovács Sándornak, a Jászlóskun-Szolnok megyei közgyűlés elnökének a sajtótájékoztatóját. Dinamikus fejlődésnek indult a nagykunsági és a tiszatavi térség. A megye keleti része az elmúlt években több forráshoz jutott, mint az azt megelőző 20 évben összesen, jelentette ki hétfőn a Karcagi Városházán tartott sajtótájékoztatóján Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke. Nagy szeretettel üdvözlöm a sajtó megjelent képviselőit ezen a mai sajtótájékoztatón, és ennek a találkozásunknak az adja az apropóját, hogy kicsit beszámolunk arról, hogy mi is történt fejlesztési területen ebbe a választókerületbe, a megye keleti felében. Látszik is itt a hátam mögött megy egy slideshow, csak kicsit ízelítő, hogy milyen fejlesztések voltak, azok a fejlesztésről készült fényképek mennek, amelyek az elmúlt időszakban történtek. De akik itt élnek és dolgoznak ezért a fejlesztésekért, a környékbeli településeken, vagy akár Karcagon, azok számon tartják ezt. Lehet azt mondani, hogy kevés, lehetne több. Mindenből lehetne több, lehetne, hogy több pénz jöjjön ide a választókerületbe, de azt gondolom, hogy impozáns az az eredmény, azok a számok, az az összeg, amely ide jött fejlesztésre, és azt is elmondhatjuk, hogy az elmúlt 20 évben nem volt ilyen mértékű fejlesztés különböző pályázatokkal kapcsolatban. A megyéhez, ami pontosan hozzám tartozik, a területi operatív programok pályázatai, körülbelül csak ebbe a Jászlóskun-Szolnok megyei 3-as választókerületbe körülbelül 18 milliárd forintnyi összeg került csak a megyei forrásokból, és ezt kiegészítették egyéb források is. Csak néhány tájékoztató jellegű, csak mutatok egy kicsi település, pont Berekfürdő
került ide elém. Berekfürdőnek ennyi nyertes pályázata volt az elmúlt időszakban. Egy kis település, mégis rengeteget nyert, de itt van az összes településnek a nyertes pályázatai. Ha nézem azt, hogy mit történtek, a komplex fürdőfejlesztés, turisztikai attrakció fejlesztése, a pályázat teljes költsége 582 millió forint volt. Ez a fedett résznek a fejlesztése. Gyümölcsfeldolgozó 207 millió, orvosi rendelő felújítás, ami most van folyamatban, talán a hetekben átadásra is kerül. A 70-es években épített orvosi rendelő, aminek igazából toldozása, foltozása volt, az kerül felújításra. Polgármesteri hivatal bővítése, művelődési ház infrastruktúrája, különböző rendezvények támogatása, könyvtár fejlesztése, csak Berekfürdő. De nézzünk egy fegyverneket, és hát azt mondták, hogy a négyes főutat nem fejleszték, pedig fegyvernek belterületén és Kenderes belterületén is teljesen megújult a négyes út. Sportpálya kialakítása 10 millió forintért, ez fegyvernek, kalandpark kialakítása 10 millió forintért, konyhafelújítás, Hársva úti konyhafelújítása, ez 30 millió forintért, a Hunyadi úti konyhafelújítása, ez is 7 millió forintért, és a négyes főút, amit említettem, Szapár falui szakasza, 431 millió forintért. A toppos pályázatokról belvíz program 224 millió forint, közlekedésfejlesztés 160 millió forint, óvodafejlesztés 261 millió forint, energetikai korszerűsítések 168 millió forint. Hát amit itt a karcagi beruházásokról lehet mondani, ezeket én felsorolnám. A Ligetúti sporttelep fejlesztése 22,5 millió forint, Karcag kistérségi hulladékrelakónak rekultivációs programja, ez 464 millió forint. Ez Kisújszállást és Kunmadarast Berekfürdővel együtt érinti, hiszen a karcagi hulladékrelakó ezeket a területeket is ellátja. Ez összesen 1,3 milliárd forint. Az idősek otthon fejlesztése 180 millió forint. Karcagi Magdarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen utcai tagintézményének felújítása 145 millió forint. Karcag-Kenderes ivóvízjavító program, ez a Karcagot érintő 376 millió forint, összesen Kenderessel, Bánhalmával együtt 602 millió forint. A Püspökladányi út alatt ifjúsági ház tartószerkezetének megerősítése, épület átalakítása, épület energetikai villamossági felújítás 42 millió forint. Közvilágítási hálózat bővítése Széchenyi sugárútnál 3,5 millió, Völgyes kert útalapépítést 4,7 millió, Erkel Ferenc zeneiskola a Szabó József úton az 4,7 millió, sportcsarnok tetőfelújítása 3,8 millió, Dorzsa-György út kettőszám alatti lakás kialakítása, felújítása 4,5 millió forint. A karcagi egészségügyi alapellátás fejlesztése, Széchenyi sugárút orvosi rendelő külső-belső átalakítása, nagyon szépen megújult az orvosi rendelő 60 millió forintból. Főtéri járdafelújítást, Dózsa, Táncsics, Dózsa, Kossuth térsarok, átkötőjárda, Bajcsi-Zsilinszky út járda, főtéri járda, Kálvin úti szakasz 22,7 millió, karcagi idősek otthona épület energetikai felújítása, ez a Zöldfa úti, 154 millió forint, Nagykunság főtere Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztése, Dériné városháza piaccsarnok 447 millió forint, napelemes rendszer telepítése Karcag városháza sportcsarnok 49 millió forint. És hogy Karcagnál és a térségnél legyünk, Karcagnál nem szabad kihagyni, hogy most épül a rendőrkapitányság 1 milliárd forintos összeggel, és a karcagi Kátai Gábor kórház is megújult az elmúlt években. Amikor itt volt a megyei közgyűlésén, kértem a főigazgató asszonyt, hogy egy rövid kis beszámolót villancson fel a megyei közgyűlési tagoknak, az ide látogatóknak, hogy milyen állapotban van a karcagi kórház.
és csak irigységgel beszéltek, hiszen látták azt, hogy megújult a műtő, a rehabilitációs részleg, a CT ide került Karcagra, az egyik legmodernebb kórház itt van az országban, a vidéki kórházak közül, és erre mindannyian büszkék is vagyunk. Említettem a CT-t, központi sterilizáló technológiájának korszerűsége, patológiai helységének racionalizása, felújították a mozgásszerviz pszichiátriai fekvőbetegosztályokat, járóbeteg szakelrendelés rendelőket, eszközfejlesztés, gasztroenterológia, belgyógyászati osztályokon, központi műtőben, az ápolási osztály 20 ágyjal bővült. Tehát mondják azt, hogy szűkül meg, gyengül az egészségügyi ellátás, Karcagon bővültek az ápolási osztály 20 ágyjal. Csecsemő gyermekosztály, Tiszafüreden a rehabilitációs osztály, és elmondhatjuk, hogy komoly átadásra kerül sor, hiszen ez az anyaszállás is meg fog valósulni itt Karcagon, és minden kisgyermekes szülő tudja azt, hogyha a gyermekével akár kórházba kell kerülni, fontos az, hogy a szülőket is el tudjuk helyezni, hiszen egy csecsemő vagy egy kisgyermek a szülő nélkül nagyon nehezen viseli a kórházi ellátást. Röviden ennyit a Kátai Gábor kórházról, ami folyamatosan fejlődik, és amit mondtam, hogy a térség egyik legjobban felszerelt vidéki kórháza. Az egészségügyi alapellátás a választókerület minden településén biztosított, ellátatlan körzet nincs, mert Tiszafüreden is elérhető rehabilitációs szakrendelés, Kisújszálláson a meglévő ellátási formák mellett ultrahang diagnosztika, valamint ortopédia kezdte meg működését, tovább bővült az elérhető egészségügyi ellátások köre Karcagon is. Az Akácliget fürdőben újra működnek az OEP finanszírozott fürdőgyógyászati ellátások. Kunhegyesen fürdőgyógyászati ellátásokat nyújtó egészségügyi szolgáltató kezdte meg működését. Az infrastruktúrális beruházások, korszerűsítések a teljes térséget lefedik. Abátszalókon új orvosi rendelő épült, Tiszaörsön és Tiszaszőlősön megvalósult a házi orvosi rendelők és a védőnői szolgálatok épületének teljes rekonstrukciója, továbbá akadálymentesítése. Befejeződött Tiszaroffon a házi orvosi és fogorvosi rendelő épületeinek átalakítása, felújítása, megújult Kunhegyesen a központi orvosi rendelő épülete, Kisújszálláson pedig a gyermekorvosi rendelő és központi orvosi ügyelet felújítása, korszerű valósult meg. Megtörtént a fegyverneki orvosi rendelő épület felújítása és akadálymentesítése. 2015-ben új korszerű épületbe költözhetett a Kunmadarasi gyermekorvosi ellátás, ezen egy időben megújult a házi orvosi rendelő épülete Karcagon és Tiszaszent Imrén. Jelenleg is több rekonstrukciós és rendelőépítési projekt van folyamatban, ezek érintik például Tiszafüredet, Berekfürdőt, Tiszagyendát, Tomaj Monostorát és Nagy Ivánt. Az úthálózat is több helyen megújult. Többek között a 4-es számú főút Kenderesi és Fegyverneki szakasza, a 33-as főút Tiszafüredi szakasza, a Karca Kunmadaras, valamint a Kunhegyes Abátszalók és a Kunhegyes Tiszagyenda közötti útszakasz. A belterületi utak közül is egyre többet újítanak fel. A megyei adatok szerint itt a legjobb a közbiztonság. Az elmúlt 5 évben több mint 50%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények és jogsértések száma. A személyi sérülés járó és halálos balesetek száma is jelentősen csökkent. Befejeződött az ivóvíz minőségjavító beruházás Karcag, Kenderes, Abátszalók, Tiszarof, Tiszaörs, Tiszaigar, Kunhegyes, Turkeve, Tiszafüred és Kisújszállás településeken. A választókerület 9 településén korszerűsítették a szennyvíz elvezető rendszert, így Abátszalók, Kunhegyes, Fegyvernek, Kenderes, Kunmadaras, Tiszagyenda, Tiszarof, Tiszaszent Imre és Turkeve. Csapadékvíz hálózat rekonstrukció történt Abátszalókon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Tiszafüreden, Tiszaigaron, Tiszaderzsen és Tiszaroffon. Jelentős infrastruktúrális fejlesztések valósultak meg a közintézményekben. Bölcsödék, óvodák, iskolák korszerűsítése, fejlesztése, valamint számtalan szakmai program valósult meg
több 100 millió forintos forrásból. A szakképző intézmények pedig csak a tavalyi év során részesültek 276 millió forintnyi fejlesztésben. A választókerület településein közel 1,8 milliárd forintból valósulnak meg fejlesztések a közeljövőben, az állami fenntartású általános iskolákban, és 500 millió forint értékű beruházás van folyamatban a szakközépiskolákban. A városközpontok, városházák is megújultak, Tiszafüreden, Kisújszálláson és Karcagon is. Sportlétesítményeket korszerűsítettek Karcagon, Turkevén, Tiszaderzsen. Műfüves pályákat alakítottak ki Fegyverneken, Karcagon, Kunhegyesen, Tomajmonostorán és Tiszagyendán. A tiszabűi sportcsarnok építése folyamatban van. Jelentősen javultak az idős gondozást ellátó és szociális intézmények tárgyi feltételei is. A választókerület közintézményeinek többsége energetikai korszerűsítésen esett át. Napelemes rendszer kiépítésére került sor 16 közintézményben. A választókerület 9 településén újultak meg templomok. A turisztikai régiónk az országos átlagot meghaladó mértékben fejlődtek, a vendégészakák száma dinamikusan növekszik a megyében és a térségben. Olyan jelentős turisztikai beruházásokkal gazdagodott a vidék, mint a Tiszatavi Kerékpáros Centrum, a Tiszatavi Horgászközpont, és befejezés előtt áll a Tiszatavi Kerékpárút. Karcag és Kisújszállás után a Berekfürdői és Turkevei gyógyvízű strandok is komplex fejlesztésen estek át. Hamarosan elindul a Karcag Kincse Élménypark megvalósítása is. A térség több országos szintű rendezvényel is büszkélkedhet. A választókerület települései további 15 milliárd forintnyi támogatásban részesültek a területi operatív program fejlesztési forrásaiból. A beruházások hamarosan elindulnak. Nincs olyan település ebbe a választókörzetbe, amely akár 100 millió forintnál kevesebb fejlesztési pénz jutott volna. Megújulnak a mezőgazdasági utak, körülbelül ebbe a választókerületbe egy ilyen 600 millió forintos összegből a külterületi utak megújítása kerül, és én azt gondolom, hogy az, aki nem látja ezt a fejlődést, az vagy nem ismeri a vidéket, ezt a vidéket, vagy le akarja tagadni. Én azt gondolom, hogy lehetne ennél több is. Persze nincs az az összeg, amire még nem lehetne pakolni. De azt is kell látni az elmúlt időszakokhoz képest, hogy lendületet vett ez a választókerület, lendületet vett a megye keleti fele, és én azt gondolom, hogy ez a lendület fenn fog maradni ebbe az évben, a jövő évben és az elkövetkezendő időszakokban. Erre mindannyian büszkék lehetünk, büszkék lehetnek a település vezetők és a településen lakó minden polgár, hiszen léptünk egyet előre. Én köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra.
Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk a megszokott csatornákon, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.